Sziasztok, Ez a Trade on the Market, és a mai kölyccsászban megnézzük a DXY-t és a Total-t. A DXY-ről és a total nem fog annyira ö, tudni sokat beszélni a helyzetükből adódóan, viszont elhoztam nektek három nagyon igaz ö, izgalmas hírt, és hát mi érdekel minket a legjobban. Egyértelműen Binance, Bush, mi van itt egyáltalán. Tehát ö, egyébként beszélni fogunk arról is, hogy ugye kijöttek a CPI adatok. Na de kezdjünk bele elsőnek a Binance hírekbe, hiszen nem érünk a végén a végére. Ugye ez ott kezdődött, amikor az Egyesült Államok értékpapír és tőzsdefelügyete a Paxos Trust Company-nál folytatott vizsgálatot, és küldött nekik egy Wells ami hivatalosan felszólította őket egy dokumentum formájába, hogy az értékpapír törvények megsértése miatt vádat kell emelni ellenük. Ez a vád, ez a um, Binance USD boost miatt um, lenne, emiatt perelnék maga a Paxos, mi azt állítják, hogy a Binance úgy nem regisztrált értékpapírnak minősül. Akkor erre a válasz jött, ugye Binance vezérigazgatójától, CZ-től a Twitteren, mi szerint tervek szerint a Paxos, Paxos leállítja a bújt mintelését, és a Paxos ezután biztosította a Binance-t arról, hogy az alapok teljes mértékben fedezettek a bankban lévő tartalékokkal, amiket már többször auditáltak különböző könyvvizsgáló cégek, ugye ezeket, ezekről már hallottunk. A Bush dot továbbra is a Paxos kezeli, ennek eredményeképpen a bust piaci tőkeértéke idővel csak csökkenni fog, és a visszaváltások zökkenőmentesen fognak történni. CZ pedig biztosított minden felhasználót arról, hogy a termék palettájuk a szükséges, termék a szükséges, módosítani fogják, hogy se érjen kár a jövőbe, és a leg, um, Legutóbbi hír, ami egyébként egy mai hír, ahol a CZ-t egy ilyen, uh, ugye a Binance egy ilyen Aman kérdezték, ez a Ask Me Anything, és ott um, az volt a válasz, hogy a broker több stabil bevezetésére is készül, miután a tervek szerint ugye ki lesz a busz, ahogy említettem, több USD uh, alapú stabil is együtt fog működni hasonló esetek elkerülése véget. Más fiat valutákhoz, mint például Szignapúri dollár, az a japán is terveznek ilyen tokeneket bevezetni, ezekről már folynak a tárgyalások. Igen, egy oldalt ez egy kicsit negatív, hogy így be lehetett támadni a busdot, de nézzük meg, hogy amúgy milyen jó kis hozzáállás ez CZ-től a binance és a Paxos-tól. CZ ezt egy olyan Twitter fejezte be, miszerint a food az csak átmeneti. Mi is ennyit mondanánk, és a chart is egyébként ezt mutatja, de mielőtt még erről beszélnénk, az inflációs adatok, ugye Egyesült Államokhoz kapcsolódó inflációs adatok, CPI, ugye az éves simított lebontás az drasztikusan lassuló csökkenést mutat, amíg a havi adatok emelkedő inflációt. Ehhez hozzá kell tenni, hogy az átlag fizetések egyelőre nem emelkednek, ami maga a tőke beáramlást fogja vissza, tehát ezt a beáramlott tőke uh, alacsony szintét tudja nekünk jelezni, és hát azt látjuk, hogy a DX-szaj nem tud magával hasonlóan mit, vagy hasonlóan nem tud magával mit kezelni, mint az utóbbi napokban. Itt felrajzoltam nektek egy zónát, ez a 103,841, mint felső szint, és 103,007, mint alsó szint. Itt nincsen könnyű helyzet a dx nak itt nagyon lehet okosnak lenni, és nagyon lehet túlgondolni, de mi úgy gondoljuk, hogy nem éri meg. Ha megnézzük, mindjárt le is egy órás időségre. Igen, ide is értünk, hogyha megnézzük, félig mendig ide értünk, de szépen lassan betölt. Ha megnézzük, akkor ugye letörtük ezt az alsó trendvonalat, megérkezett az 50-es egy kétszer ma is, letörtük ezt az alsó trendvonalat, de szignifikáns törést nem tudtunk hozni, ahhoz képest most csináltunk egy low -low és hogy miért érdekes nekünk ez a low, -low? Konkrétan mindjárt itt elkezdenek nektek rajzolni, itt volt egy higher high, egy utolsó. Erről már beszéltünk. Itt csináltunk egy lower egy utolsó, erről is beszéltünk. És itt csináltunk egy kövi lower high És ez nagyon fontos. A leépítkezést nézzük napos csárton, jó leszúrás, stb. Nem gondoljuk túl, de nézzétek meg, hogy itt volt egy lower low, és itt volt egy lower low. Tehát ez azt jelenti, hogy itt az elemünk hivatalosan is lefele építkezik. Hogy milyen drasztikusan, az már más kérdés. Nem elemünk, bocsánat, a DXY. E, hogy ezt milyen formában, milyen tempóba teszi, az már teljesen más kérdés, hiszen elég lassú. Viszont ez, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy akkor most beállt ebbe a trendbe, és akkor ezt fogja nagyon szigorúan, nagyon kis lóverlókkal, low nagyon kis lóver hájokkal gyarapítani. Látjuk, hogy az 50-es kaptunk még egy elutasítást, ezt nem annyira akarjuk megtörni. Viszont itt van egy kisebb pozitivitás is egyébként a csárton, mindjárt itt vissza is megyek, mi szerint láthatjuk, hogy a mérlegemák azok egész erősek, és elkezdtek konvergálni, sőt itt meg volt egy cross, meg volt egy meccés a mérlegemának, és ez tovább erősíti felfelé az elemet, tehát hogyha ezt a két végletet így összevetjük, akkor a DXY tényleg nem egy könnyű csárt. Ma persze volt benne volumen, ahogy az utóbbi napokban is, ma Egyértelműen miért. Egyértelmű, hogy miért ugye kijöttek uh, bizonyos adatok, és arról már beszéltünk, hogy amúgy még jönni is fognak. Viszont uh, az, az majd főleg csütörtök. De ról sajnos ennyit tudok mondani. Uh, nagyon figyelni kell, hogy melyik irányba akar kitörni, és ne csapjon be minket. Ez a leszúrás nem kitörés, hiszen láthatjuk, hogy a mélemákban nem tudták megtartani, nagyon durván visszadolgozták. Uh, az viszont érdemes figyelni, amit sokan nem vesznek észre, amit előbb mutattam, hogy közben lefele építkezik, ez napos csárton nem látszik, de lefele építkezik, tehát hogyha hozzá ezeket a Lover lower, low, lower low és a lover high szépen kiépítkezhet a, a, ebből a kis oldalazásból, és akkor, akkor már izgalmasabb lesz, hiszen kicsit nagyobb mértékben hozhat majd lover high és lover low Tulajdonképpen a DXY ennyi, és így kicsit magára hagyja a totált, ez se nem segít, se nem rosszabbítja maga a totálnak az állását. Persze kicsit igen, de hogy így látjuk, hogy nincs fenevelve trendirány. De, de nézzük meg a totált, mi van a totállal. Tegnap írtam nektek egyébként, um, sőt ma reggel írtam nektek egyébként, egész korán, hogy, hogy sikerült a cikluszárás, és... Um, ugye akkor még ezt a, ezt a kezdődő gyertyát nem láthattuk, sőt nem láttuk, hogy ilyen lesz, és e, akkor még egy ilyen egész gyenge kis e, piros gyertyaken nézett ki itt a napos idősíkon, most kicsit változott a kép, na de beszéljünk, hogy mi történt, ugye itt volt egy kis sell off, és láthatjuk, hogy szellof, hiszen egymás követő három volumen gyertya szépen emeli a volument, ez egyébként nem para egyáltalán, viszont volt kis tőkekivonás. A tőkekivonás az eddig egészen a 200-as emo alá, alá, tartott, és mi ettől féltünk kicsit a ciklus zárásnál és a ciklus nyitásnál, hogy ez a sell-off ez olyan folytatódni fog-e. Ugye itt kicsit elnyekkentünk a hétvégére, itt volt, láthatjátok lent, itt volt két jelentéktelen nap, szinte jelentéktelen nap, ez volt a két hétvége, őt annyira, ezt a két volumen gyertyát és a csártól lévő gyertyát ö, ö, nehezebb beleszámítani, bár a második gyertya szépen sikerült, hiszen a mély tesztelte, csak olyan ez a mai nap. Viszont ha megnézzük, nagyon szép a gyertya, tényleg, itt a pozitív hangulat, egyáltalán nincs sell tehát ezt egyértelműen kivetjük belőle, nincsen konkrétan eladás, és ezért tudunk emelkedni, ezt most ö, valljuk be, hiszen itt van, nézzük meg, hogy hol volt a Selloff volumen teteje, sőt, ezt inkább uh, így jelölném, és ezt közel se fogjuk valószínűleg elérni, bár még van majdnem, hogy négy óránk a napos a zárására. A mélegemákat megtámadtuk, és bár felé tudtunk mindegyiknek szúrni, érdemleges törést nem tudtunk. Rá. Tehát itt a mélegemákon nem tudtunk érdemleges törést véghez vinni. Bocsánat, itt szívem lesz egy kis vágás, hiszen a net az kicsit köhög néha. Lényeg az, hogy ma Ma több mint valószínű, hogy megvolt a ciklusnyitás, és a cikluszárás is tegnap. Ez úgymond egy konfirmáció. E, azt még el kell mondani, hogy egyébként az 50-es Már majdnem hogy pipra pontosan e, sikerült visszatesztelni. Kisebb idősíkon látszik, hogy egyébként kicsit e, felette volt a leszúrás, de itt naposan azért nagyon szépen néz ki, így, hogy cikluszárás volt így még szebben. És e, egyébként igen, ez amúgy nem könnyű mozgás egyáltalán, hiszen ugye megvan a 200-as amat törés, elsőnek meg volt a lefelé törés, de erről mondtuk nektek, hogy ez egyáltalán nem para, nyugodtan lejött az 50-es emáig, sőt nyugodtan lejöhet akár ide a zónáig, hiszen láthatjuk, hogy hol volt a korábbi lószint. Nézzük meg itt. Ha ezt nem toljuk alá, akkor jók vagyunk, akkor felfelé építkezünk. Persze, az más kérdés, hogy mennyire gyorsan. Na de ez, az öt, ez a 200-as EMA, nézzük meg, hogy amúgy mennyire elvesztette egyébként itt a jelentőségét, miközben lecsökkent a volumen, és, és, és kisebb lett a volumen. Tegnap, amikor kaptunk egy, egy szebb, szebb kereskedési erőt hétfőn, akkor azért volt jelentő, jelentősége, viszont így, hogy semmi eladás nincs, így konkrétan a 200-as EMA olyan, mintha nem is lenne ott, szinte le is vehetném a csártól. Erre azért figyeljünk, hogyha esetleg akar jönni, akar jönni eladási erő a héten, jön neki még az adatok nem annyira pozitív, stb. akkor ez a 200-as ma jobban játékba lesz, és sokkal jobban be meg tudja majd határozni az árat olyan szinten, hogy ez a 200-as exponenciális átlag szintje, ez egy ellenállást fog képezni, hogy melyik irányba, az persze jó kérdés, az a, attól függ, hogy hol lesz majd a gyertyánk éppen. Ez a zárás egy, egyébként tökéletes lenne, hiszen valószínűleg a mérlegemákon nem kapunk törést, viszont egy szép visszatestet tudnánk csinálni 200 a 200-as abból erőt gyűjtve, és a cikluszárás után ez a pozitív momentummal akár megtörni ezeket a mérlegemákat, amik eléggé... Egyébként uh, meggyengültek, ugye itt a sell nál de ez elég egyértelmű, eltávolodni még nem tudtak eltávolodni, tehát a, a meccés után, a konvergálás után nem volt komolyabb eltávolodás, sőt, még nem is volt mindegyik konvergálás meg, uh, reméljük nem is lesz, hogyha persze felfele szurkunk a totálnak, és uh, az, hogy most itt elülte a por a pániktól, valószínű egyébként, mert konkrét válaszokat kaptunk, az, hogy ennek gyakorlatilag milyen lesz a hatása, az más kérdés, hogy ezt gyakorlatilag, gyakorlatilag hogy tudják majd megoldani, miként tudják megoldani. De ez a pánik hangulat, amit mindenki hallított, az annak vége. És nézzük meg, hogyha sikerül, amúgy ez a terv, hogy itt zárunk, visszatesztünk a 200-as emára, megtörik a, a mérlegemát, akkor egyébként egész jó esélyünk van csinálni egy közel higher height, legalábbis a higher itt kóstolgatni, és nézzük meg, hogy akkor milyen szép felfele építkezés lesz, hiszen itt volt a ló, itt volt a köviló, és itt volt a köviló. Ez egy gyönyörű felépítkezés lenne egyébként, ennyi stabilitás kell, de még egyszer mondom, az se baj, hogyha most itt nem lesz benne, tehát hasonló vételi erő marad, viszont rájön kétszer ennyi eladás, akkor sajnos nem fogjuk tudni felfele tornázni az árat, akkor valószínű letörjük, és az 50 es át is valószínű letörjük. Persze ez attól fog nagyon sokat függeni, hiszen most a kriptópiac ez amúgy ki, tehát pozitívan látjuk, ez egy nagyon pozitív csárta totál, tehát mondhatjuk azt, hogy a kriptópiac és az elemek pozitívak, a gazdasági helyzet viszont, ha rácsap egyet a kriptópiacra, akkor rácsap egyet a piacra, ha a DXY ezt felfele akarja kitörni, és meghazudtolja magát, és az 50-es át meg a 200-es megtöri, és robotol felfele, és nem akarja elbukni ezt a 101,483 szintet, akkor egyértelműen a totális ö, köhögni fog, nem feltétlenül süllyedni, vagy nem feltétlen lesz nagy bajba, de akkor a kriptópiacnak nagyobbat kell bizonyítani. Ö, lényeg az, hogy figyeltek oda, hiszen csütörtökön is nagyon fontos adatok jönnek, és láthatjuk, hogy egyébként milyen hatása lehet, de ezt már rég tudjuk. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, ne egyetek pánikba a Binance-től, figyeljétek, hogy mit tudnak kihozni és mit tudnak bizonyítani, nehogy ne csak bemondják. Mindenképpen dobjátok egy lájkot, ha tetszett a videó, csakkoljátok a Discordunk, ha a linket megtaláltok a leírásban, és a social media fiókainkat is a követést nagyon szépen megköszönjük. Köszönjük, hogy megnéztétek, pacsi!